volt jó meccs, ritmustalan volt rengeteggel, átadási hiba volt. Nem hiszem, hogy bárki is jól szórakozott ezen a mérkőzésen. Debreceniért leszem természetesen. A harmadik meccs, ami 1-0-ra veszítünk el a hazai pályán, úgyhogy az ellenfélnek szinte kapta a lövése nem volt. Ugye a mai meccsen hozzá kell tennem azt, hogy ez őket dicsérve egy annyi lehetőségből. Ugye volt tudtak rúgni, a mi támadó játékunk sem volt ma túl acélos. Az elején volt 3 lehetőségünk, amiben hogyha egyet belúgunk, akkor azért másképp alakult volna a mérkőzés a második fél időben. Ugye végig mi irányítottuk a találkozót, fölénybe játszottunk, de nagyon mellettő voltak a fölényt, úgyhogy sokat vártak a lecénet. Nagyon jó kérdés különben, mert ami hiányzik az az, a gyilkos ösztön. Tehát ez az ember vagy szeret nagyon gólt rúgni, és oda gyerte mindent, vagy nem szeret. Aki nem szeret gólt rúgni, az ne foszítsa. Tehát ez vagy valakiben benne van, vagy nincsen. A támadóban benne kell lenni, hogy én például én anyámnak se passzoltam volna a 16-oson belül. Én imádtam gólt lőni, én úgy látom, hogy sok mindenki azért nem szeret annyira gólt lőni, vagy nem tesz meg annyi mindent azért, hogy gólt lőjön. Hetek óta ugye azzal bajlódunk, hogy kiadjuk rengeteg helyzetet. Ugye ez a mai nap csak 3 volt, de abból egyet azért be lehetett volna lőni. Tehát a problémám az, hogy nem látom nagyon a döntéseket kapva el. Tehát, ugye edzéseken ezek a